Sziasztok! Folytatódik a jövő építése Skyline csodálatos utopisztikus városában, míg a szomszédban, na hol van, szomszédban Blade Runner sötét, gonosz, ipari monstruma terül el, és remélhetőleg ebben az epizódban már le fogok tudni rakni egy luxus megatornyot is, legalábbis szeretném. És onnan folytatom, ahonnan abba hagytam gyakorlatilag, így pár nap kihagyással. Mindjárt készen van az akadémia továbbfejlesztése, és itt majd megjelenik szépen egy ilyen vitorla alakú, ilyen oldalsó szárny. Remélhetőleg pillanatokon belül, közben hazafele tartanak a munkából az akadémia kutatói. Mondom, megjelenik. Na, mi lesz már? Apró technikai szünet. Bár megint valami pöcsölés van. Na, nem jelent meg semmi. Fejlesztés. Jaj, jó, oké. Tehát, megjelent az oldalsó szárny, és most már új lehetőségek nyíltak elénk. Építhetünk kvantummechanikai szárnyat, amivel a szemétfeldolgozót, illetve a szintet tudjuk kifejleszteni a megatornyokhoz, illetve a második generációs levegőszűrő koronát. Hát erre még nem lesz szükségem. Plazma fizikai szárny, ezzel fúziós erőművet, illetve atomreaktor szintet állíthatunk elő. Illetve a nanomérnöki szárny, amivel a hullámerőmű és az égi hitak várnak elérhetővé, hát szerintem ezt fogom most preferálni. És ezt elhelyezhetném ide, de az a jó ebben, hogy bárhova letehetjük a városkában, és most egy olyan helyre szeretném, ahol úgy relatíve még kevés cuccot futurizáltam, és akkor ezzel kvázi futurizálom a fennmaradó területet is. Nehéz kérdés. Hova tegyelek? Jó, szerintem ez így itt tenni pont jó lesz. Vagy esetleg ide? Ide teszem, mert itt relatíve kevés házat áldozok be érte. Puty! Na és ez egyben, ha jól emlékszem, a telekértékeket is nagyban megnöveli. Úgyhogy a városka tervezésénél nem árt erre odafigyelni. Nézzétek, rögtön itt a putri vihillókból, illetve ilyen kapszulákból mindjárt csúcsgazdag házikók lesznek. Teniszpályával. Mondom, csúcsgazdag házak lesznek. Putri falvát azt így hanyagoljuk. Jó, és akkor egyúttal elkezdem fejleszteni szépen az égi hidakat. Illetve a hullámerőművet is fejleszthetném majd, de először az ég 50 000. Ujj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 
Igaz, azt mondtam, hogy nulláról fejlesztem a várost relatíve egyedül, de most az idő felgyorsítása véget, jó, vehetnék fel kölcsönt is, de ha már itt van ez a város, 675 ezerre, köszönöm, szennyvízfertőtlen építési petíció jóváhagyva, na, nagyon jó, akkor majd lecseréljük. Ha már itt van ez a ipari monstrum város, akkor miért ne adományozzak mondjuk ezret ajándékküldése. Oké, go! Jó, le is emelték a bankszámlámról. És ha jól nézem, jó, ott jövök én át magamhoz, hát így járok a városkák között. Ellenőrzöm a befektetéseimet, mondhatni. Jó, ott elkolbászolok szépen a polgármesteri hivatalba, a Jenőhöz. De ha jól emlékszem, most már instant az utalás, úgyhogy így kéne működjön legalábbis. Jó, várok még egy picikét. Mi történt? Mi történt az Omega üzemmel? Zárva a vízellátás, úristen! Van vízellátás. Mi bajod?
Szennyvizet is tisztítunk. Akkor meg... Jó, ezt itt viszont lecseréljük. Egy hiper ultra modern szennyvíz tisztító telepre. Mágnes vasút pálya építési petíció jóváhagyba. Remek, remek, remek. Na, egy gyors... Megcsináljuk. Gyors csere. Szennyvíz tisztító, hát 40 ezerbe kerül. De ez akkor egyúttal szennyvizet tisztít. Ojaj. Kontrollnet szükséges. Mi a fene? Na várjunk csak. Vegyünk csak ide kontrollnetet, de sürgősen. Vásárlás. Elnézést, a kutyák megölik egymást a háttérben. Na, veszünk kontrollnetet. És akkor remélhetőleg működni fog. Ugye milyen félelmetesek? Kicsit egymásra morogtak. Na, kontrollnet, jelfogadás, kontrollnet szükséges. Na, jön már a kontrollnet. Na. Kontrolletet vásárol. Na, jól van, most már csak át kell érjen a jel. Nincs elég kontrollnet. Elértük a maximum kapacitást. Városka szennyvizét tisztítja, nagyon jó. Mennyi kontrollnet? 200 per óra. Jó, ebből szépen itt telerakom. Na nézzük csak egy picit. Kontrollnet kapacitás. ...5200 kontrollnet a 7800-ból, jó lesz az. És akkor így visszük szépen a vesszük majd a kontrollnetet a szomszédos városkától. Jó, és akkor egyúttal ennek a városnak a szennyvíz problémáját is megoldottam, nagyon remélem. Ujjaj! Na nézzük csak, jó, még ide kell turbina. Ide is. Ide is. Na, most már jók vagyunk. Még hány turbinát adhatok hozzá? Ó, még mindig nem jók vagyunk. Nem, 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 még be kell induljon. Ez az 31 ezer, 31 pluszban vagyunk. Plusz még akkor a szomszéd városnak a szutykát is eltakarítjuk. Jó, 45 ezer király. Jó, mehetünk is át. Vissza Skyline-ba. Áramra van szükség. Azt elvileg kap. Jó, kis gyors töltés. Jó, köszi Vidám Park. Vidám Parkok szerintem nem futurizálódnak különben se. Na nézzük csak. Igen, és ott a pénz. Remek, akkor utassuk ki. Keres 5000-et a szomszédos városnak eladott kontrollnetből. Köszike. Égi hidat kikutatjuk 50 000 pénzért. Na, itt mit szeretnétek? Hé, polgármester, Skyline már itten futurisztikusan néz ki. Meddig lehet ezt még fokozni? Megcsináljuk. Futurizálj minden eddiginél több épületet. 52 futurizált épülete volt, eddig nulla. Jó, megoldjuk. Na, nézzük csak mennyi kontrollnetet termelünk. Na, 8500 kontrollnetet, és mivel most jönnek még csak még jobban a gazdag szimek, ezért ez csak nőni fog. Na, talán még a mai epizódban ki tudom fejleszteni az égi hídakat. De mondom, most az elsődleges cél az lenne, hogy valahogy próbáljunk meg... mondjuk egy luxus megatornyot felhúzni. Itten vannak-e? Mi? És mondjuk egy elit megatorony, elnézést. Betöltendő állások. Hát...
ha jól nézem, második keresetű kategóriába tartozó szímekkel tudjuk csak az alapot elkezdeni. Közepes tech szint, elit megatorony bevásárlással, lakószinttel, van itt minden, mint a búcsúban. Na és itt is zajlik a kutatás. És ha jól nézem, akkor így, ja de nem, nem fogad be több dolgozót, ez csak a ControlNet termelést növeli meg, illetve elérhetővé teszi így a különböző egyéb kutatási ágakat. Na, de nézzétek meg, milyen tök jól néz ki az akadémia. Kutatják dolgokat. Jó, közben vetek egy pillantást az épület térképre. Hiányzik a tanulás. Hullanak körülöttünk az emberek. Sok szórakozási lehetőség van. Itt is hiányzik a tanulás. De tehát emberek, hát van iskola. Ja, lehet, hogy kéne még egy szint. Nézzük, vessünk csak egy pillantást így az oskolára. 500. Jó. Akkor kellett még egy szint. Akkor nem szóltam. Így akkor most már mindenki járhat iskolába, reméljük. Plusz még ők is. Jaj, mindenki milyen boldog lett hirtelen. Iskolába járhat. Juhi! Ide még talán egy ilyen lakórészleget el fogok tudni majd helyezni. Na, mi érkezik ide? Ó, diákok ide is. Mi a fene? Na, és fejlődik szépen a városunk. Itt pedig a bejáratnál az üzleti negyed. Szép irodaházak sorakoznak. Egyébként, ha akartam volna ezt a kölcsönt, itt is felvehettem volna kötvények formájában, akár 100 000-et is. Úgyhogy nem egy nagy egetrengető dolog, hogy most így a szomszédvárostól kértem kölcsön. Ha már ott van ilyen sok, akkor használjuk is ki. És láttátok, egyből átment, mint a akik emlékeznek, a régi videókban volt, illetve sokat szívtam miatta, de akkor most újra elmondom, hogy ugye régen úgy nézett ki, hát régen, pár hónappal korábban, hogyha pénzt akartunk egyik városba a másikba küldeni, akkor onnan szépen elindult a pénzszállító autó, és így elakadt a város forgalmi dugójában, aztán kijutott a városból, és a strádán parkolt, mert a strádán is valami eszméletlenül durva forgalom kerekedhet. Aztán nagy nehezen beér a városba, ott elmegy a városházáig, ami itt még nem jegyeztem meg, hogy hol van. Tehát elmegy a városházáig, és akkor ott felveszi a pénzt, és akkor visszaviszi a másik városba, és akkor így. Így történt a pénzkereskedelem. Aztán, hogyha a pénzszerző autó leakadt a forgalomban, nem jól szinkronizálta egymás között a városokat a szerver, akkor szépen ott ragadt a pénz egy ilyen limbóban. Tehát egy ilyen köztes térben így a két város között, aztán így jó sok játék idő kellett hozzá, hogy átérjen az a pénz, amit úgy most már instant megkaptunk. Hát igen, felfedezték a wireless, illetve a banki tranzakciót a SimCity-ben is, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Attól félek, hogy itt ez a sok kör alakba lehelyezett házikó, ez így nem fog fejlődni, mert nincs elég hely nekik, hiába van itt az út. De azért biztos, ami biztos. Forgalmas utca, forgalmas utca. Jó, hát itt vannak forgalmas utcák. Ó, yeah! Itt is épülnek tovább a házikók, öröm. És még munkanélküli is lesz. Nem baj, inkább több legyen, mint hogy hiány folyamatosan. Mi csak 76, hová lett az a... Ja, lehet, hogy az átépítés miatt. Ja, itt is van. Egy jó módú lakópark, és már be is költöztek. Jól megvannak. Ennek én örülök. Itt is egy jó módú lakópark, és a 76-ból nem sokára megint 100 fölött lesz, reméljük. A dolgozó elit. A
ezt meg még nem tudom tovább fejleszteni. Hát egy ilyen kisváros, de nézzétek meg, tehát ez azért már nem egy ilyen kisvárosi feeling. Apropó, nézzétek, majdnem 3000-en laktak, ha gyakorlatilag még ha az összes feliratkozómat bezsúfolnám ide, akkor még mindig többen lennének, mint ennek a városnak a lakossága. Na, ki hol lakna? Hát a legjobb, leghűségesebb feliratkozókat biztos valamilyen nagyon modern plázába tolnám be, vagy egy ilyen luxus házikóba. Akik normálisak, azok meg aktívak, meg jó fejek, azokat egy ilyen rendes kis kertes házba, esetleg egy ilyen, mit tudom én, itt van még ilyen rendes polgári apartmanok, ilyen újépítésű. A trollokat meg, hol van a, izé, a trollokat meg egy ilyen kapszulába száműzném, mert már kezdenek azok is lenni, nem tudom, valaki így állandóan ilyen hülyeségeket írok, de hál' Istennek a YouTube megfogja. Csak én is akkor látom ezeket, amikor rákattintok egy videóra, hogy hej, na ki mit írt, és akkor olvassuk el a kommenteket, és nézem, hogy ott így visszatartott kommentek, és akkor így fú, mik vannak ott, atya úristen. De jó ez az új rendszer. Ó, nagy tömegek mennek haza a munkából. Na, de tényleg nézzétek, egy ekkora terület, és akkor ez még így a csatorna feliratkozóit nem is látná el egy ekkora városka. Pedig azért már nem kicsi ez, hát nézzétek meg, hát ez egy tisztes falu, egy ilyen futurizált falu. Szép nagy házakkal, hát pedig furi. Még mindig csak 76-an dolgoznak, és 31% az égi híd projekt. Viszont lassan elegendő pénz gyűlik össze, hogy megvehessük álmaink megatornyát. Elit megatorony lakószinttel, bevásárlószinttel, vagy irodaszinttel. Lakószint kellene majd. Na, 121, erről beszéltem. Mindjárt gyorsabb lesz itt a termelés. 9100 controlnet. Sugározza ki magából a tudást. Felezd ki a controlnet üzemet egy akadémián a régióban. Ezt ki kell fejleszteni? Lehet, hogy majd kifejlesztjük, hogy még több kontrollnetet adhassak el itt a másik városnak. Sőt, az egész régiónak akár. Miért ne csinálják több omegás városkát? Na, újabb pillanat. Tehát most ez egy ilyen kivárós rész már megint. Nagy építkezések kora az még nem jött el. De hamarosan még pár óra, és meg tudom építeni. Miért hiányzik ezeknek a tanulás ennyire? Jó, ez itt tovább fejlődhetne. Igazság szerint ezek itt már mind tovább fejlődhetnének, csak valamiért hiányzik nekik a tanulás. Na, vetek is rá egy pillantást. Van pedig tanulás dögivel. Áramunk is van. Akkor nem tudom, mi bajuk lehet. Ide is majd még kéne csinálni egy fúziós reaktort, és akkor az áram problémákat is megoldjuk a másik városban, és akkor el is tudunk adni neki. Mennyit fogyasztunk, by the way? 4,9 megawatt szükséges kapacitás. Vásárolt 4,9 megawatt. Hát az semmi. Szó szerint semmi. Egy fúziós reaktor meg 200-at termel ki. 1400 kontrollnetért. Kontrollnetből, kapacitás a modulokból, eladott 5200 és 9100-at termelünk. Akkor még azt is tudnék építeni. Ugye az fontos, hogy a futurizált épületek, vagy hát ezek az új épületek, főleg ezek az akadémiai épületek, kontrollnetet használnak, és semmi másra nincs szükségük. Viszont ha a kontrollnet kevés, akkor azok az épületek is megszűnnek dolgozni. Jaj, ezt akartam még megnézni, hogy itt is ugye az út az rendben van. Nem volt rendben.
Jó, most már rendben lesz, reméljük. És akkor ezek itt tovább fejlődhetnek. Jó, és mindjárt meg a torony közelben vagyunk. Elértük azt a pénzmagot. Elit meg a torony. Nézzétek, milyen baromi nagy. Egy ilyen meg a tornyot ide lerakok. Szerintem itt ezt a kis lakóparkocskát így felszámolom. Vagy itt. Ott az a baj, hogy a gazdagokat is ki kéne lakoltatni. Egyelőre még emberekre van szükség. De majd ide nem tudok betenni meg a tornyot, csak így ide. Jó, akkor ide becsapok egy megatornyot, aztán megnézzük, mi lesz. Felkészültetek? Népességrobbanás! Jövünk! Tyuhaj! Futurizálódtunk, nem kicsit. És akkor egy elit megatorony lakószinttel. Át is épülnek, és ráadásul nézzétek csak, ez is maga körül gazdag régiót generál. És nem mellesleg egy igen nagy területen futurizál, úgyhogy még ide köré tudunk majd építkezni. Picit. Ja, hát egy bejáratot hagyok egyelőre, most nem szivatom meg magam az út bekötéssel. Na, picit visszaesett a népesség, de semmi gond, ki kellett telepítenünk. Szeretnél többet tudni a megatornyokról? Köszönöm. Majd én elmondok mindent, amit szeretnék. Na, és... Hogy is volt ez? Ja, így el tudom bontani a lakószintet, és akár egyből egy gazdag lakószintet adhatok hozzá. És itt nézzétek, a Megatorony alján írja, hogy hány szintünk van a 8-ból, az összes napi profit, és az előző napi profit, és persze a költségek. Na. El vagyunk. Valószínűleg majd kell ide egy bevásárló szint. Meg még egy gazdag lakószint. Ja, azt már most ide rá pakolom. Mennyibe fáj ez? Whatever. 28 000 volt. Nézd rá, világra penthouse lakás a város első luxus toronyházában. Hol? Mi? Merre? Vagy lehet, hogy a luxus szintet vélte annak? Ja, lehet. Már hogy itt még nem épül semmi. Ilyesmi. Ho-ho-ho-ho! Jaj, de szépen néz ki. Itt még park vagy bevásárló központ szintet akarunk. Jó, és 5000 lakost elértük. 5868, ez szerintem fel fog menni 6000-re most. Hát gyakorlatilag most elértük a feliratkozó számunkat. Ó, de szép, nézzétek csak, luxus szint. Jó, és akkor erre rá csaphatjuk a park szintet 20 000-ért, vagy egy bevásárló központ szint. Nem, park szint az jó lesz most. Hoppá, kicsit lecsökkent a bevétel. Jó, nem baj, park vagy bevásárló központ, itt is el vannak. Jó, kapnak egy szép park szintet. Jaj, de szépen néz ki. Na, hát szóval az új feliratkozókat pedig egy ilyen toronyba szeretném elszállásolni. Hipermodern, ultra szuper, csúcs technológiás, luxus körülmények között felépített. Ha nem vagy téliszonyos, gyere el és iratkozz fel a csatornára, és elszállásollak az egyik megatornyomban. El vagyunk. Jó, még egy óra kell, és akkor már építem is a park szintet. Kitartás. Közben horkolnak. Jó, és már jöhet is a park szint. Ó, ez is csin lesz, és nézzétek, már így építkeznek a megatornyon. Nem is felállványozzák az új szintet, és akkor itt a daruk szépen megcsinálják.
amit megköld. És közben itt van egy ilyen oldalsó sín, ami így kúszik felfele az épület. És gyakorlatilag ezt tartja össze egy a lakószinteket, meg az összes szintet. Na, de megvan az első megatornyunk, emberek! Úgyhogy szépen haladunk, azt kell, hogy mondjam. Na, itt is építkeznek. Mi lesz? Mi lesz? Még mindig hiányzik pár felső kategóriás szín, így a gyárakból. De itt is szépen nő a népesség. Na, működik. Park vagy bevásárló központ szintet akarunk. Itt is park vagy. Tehát vagy van, tehát az egyik a kettőből már jó lesz nekik. Jó, reméljük, hogy mindjárt beüzemeljük a parkot, és akkor neki boldog lesz. És vígan tengeti napjait. Imádjuk a parkokat és a szórakozási lehetőségeket. Oh! Köszi! Én is! Titeket! Na, 69%. 7000 lakosunk van. És van pár ember, aki munkára vágyik. Na, mi a fene? Jó, majd itt fognak tudni dolgozni. Ebben az épületes kében. Na, hát akkor nézzük csak meg így szépen innen a bungalókból, a bungalók szemszögéből. Megkezdődött a város első lakótömbjeinek építése, még több szegény szín zsúfolódhat a házunkba. Hurrá! Ó, valahol biztos tovább felülik. Na, de így elég tiszteletet parancsolódott az a torony. A háttérben látható az akadémia épülete. És majd milyen jól fog kinézni, amikor ilyen tornyok magasodnak az egész városban, amiket légihitak kötnek össze, és a szomszédban is ugyanez, csak már kicsit dárkosabban. Most így megnézed, tényleg ilyen kis falu feeling, még itt ez a része, de hogy haladunk szépen előre. Jó, piros a lámpa. Kár, hogy nem lehet beülni egy ilyen autóba, és egy autó szemszögéből így végigmenni a városon. Az tök poén lenne szerintem. És akkor nem kéne így az egérrel bohóckodni, hanem szépen akkor lehetne a VASD-vel, vagy pedig az útirány, a nyilakkal közlekedni. Elhaladunk ki szépen a tűzoltóság mellett. Szép kis sorházak. Sorház? De hogy is, hát ezek így rendes kis kertes házak. Itt van egy ilyen kis modern lakónegyed. Itt az akadémia, amiből folyamatosan áramlanak ki és be az autók. És még az üvegek is tükröződnek, nézzétek meg, szépen megcsinálták azért, el kell ismerni. Jaj, de kár, hogy a Maxis-t az IE vette meg. Mi lehetett volna még, ha tényleg olyan szabad kezet kaptak, mint ahogy azt korábban tették? Mennyi mindentől kimélte volna meg a SimCity-t? És még jobb lehetne szerintem a játék. Na de mindegy, ezen kár töprengeni. És itt szépen a falucska határában egy monstrum megatorony. Jaj, de jól néz ki. Jól van. Na, hát szerintem ez az epizód így sikeresen telt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Minden esetre köszönöm szépen, hogyha idáig kitartottatok és néztétek velem a műsort. Remélem élveztétek. Köszönöm szépen továbbá, ezt így nem köszönöm meg, de most úgy gondoltam, hogy miért is ne. Sok embernek, akik lájkolják a videókat, és akik így meg is osztják őket. Tényleg nagyon sokat segíti abban, hogy így a csatorna így elinduljon a nagyjávállás útján. És ezt külön köszönöm szépen. És hát innen fogjuk folytatni. Na hát akkor Csonti voltam. Ez pedig itt az ultramodern városka. Gazdagoknak. Ott mi épül? Na igen, ott még. Egy újabb luxus lakópark. Remek. Na hát akkor innen fogjuk folytatni. Sziasztok!